Ezen a közel 6 hektáros területen jön létre Bátaszék ipari parkja. A beruházás 25%-a már elkészült. A közművek és az alapinfrastruktúra már a földben van. Itt látható, hogy a szennyvíz aknák, illetve a csapadékvíz aknák már elkészültek. Ezt követően fogják az útépítést megkezdeni. Ez közel 300 méter hosszban fog kiépülni itt az ipari park területén. Ez teszi lehetővé, hogy ez a 6 hektárnyi terület feltárása megtörténhessen. Az útépítésen, illetve a csapadékvízelvezetésen kívül ugye látható még ugye a tűzcsapok, tehát ehhez vezető ugye nivóvízvezetékek is kiépültek, továbbá a gázbekötő vezetékek is már elkészültek, tehát a teljes infrastruktúra nem sokára készen áll. Most még vissza van 400 méternyi középfeszültségi légvezeték kiváltása, illetve kisfeszültségi kábelek elhelyezése fog megtörténni, valamint még az útépítés előtt egy közel 300 folyóméterben fog megépülni a közvilágítási hálózat. A kiépítést a területfejlesztési operatív program finanszírozásából végezte el Bátaszékváros. Valóban ez egy olyan elnyert pályázat, ami a bátaszékiek mindennapi életét nem nagyon fogja befolyásolni. Ettől függetlenül egy település élete szempontjában nagyon-nagyon fontos, hiszen ezek teremthetik meg annak a lehetőségét, hogy adott esetben vállalkozások települessenek Bátaszékre, ennek következtében új munkahelyek jöhetnének létre, családok megélhetését lehetne biztosítani. Nem utolsó sorban azt, hogy talán gulló adóforintokkal a város költségvetése is bővület, melyet az itt élők életének javítása érdekében tudunk felhasználni. Nagyon örülünk, hogy Bátaszék városa elnyerte ezt a top pályázat keretében ennek a lehetőségét, hogy Bátaszéken egy 6 hektáros ipari park ipari alapinfrastruktúráját tudjuk kiépíteni. Ez egy 246 millió forintos pályázati összeg volt. A közbeszerzési eljárás alapján a tervezésre és kivitelezésre már tavaly esztendőben megadtuk a megbízást, és hát a nyár folyamán reményeink szerint a beruházás teljes egészében meg is tud majd valósulni. Az ipari park déli részén tudnak bérelni a vállalkozók tőlünk területet. Az északi részén, ahol most is látható a munkavégzés, ott pedig a porta épület épül, illetve itt a nyugati oldalon itt fog megépülni az agrárlogisztikai központ a Bátaszékváros önkormányzatának a beruházásában. Ez utóbbi üzemeltetésére is meghirdette pályázatát Bátaszék, és hamarosan tárgyalások is kezdődnek az üzemeltetőkkel. Amellett, hogy zajlik az ipari alapinfrastruktúra kiépítése, már a 6 hektáros terület hasznosítására is vannak lehetőségeink. Egyrészt maga a város is elkezdi az ipari parkot benépesíteni, hiszen befejezéséhez közeledik egy közbeszerzési eljárás lezárása, melynek eredményeként egy agrárlogisztikai központot fog maga a város megépíteni ebben az ipari parkban, de már szerződést kötöttünk az ipari parkon belül terület bérletére is, ami azt jelenti, hogy vannak vállalkozások, amelyek úgy gondolják, hogy ez egy jó lehetőség egy vállalkozás megteremtésére, illetve kiépítésére, és hát reméljük, hogy ez még további vállalkozások számára is ösztönzőnek foghatni. Az, hogy a város mezőgazdasági típusú fejlesztést végez, ez nem jelenti azt, hogy az ipari parkban csak ilyen jellegű telephelyek létesítésére van, illetve lesz lehetőség, hiszen az adottságok azok más típusú telephely létesítéséhez megvannak, és a városnak az elképzelés, hogy a jelenlegi rendezési terv módosításán ezt szeretné még bővíteni, hiszen megvásároltunk egy 20 hektáros területet. Szeretnénk, hogyha ez a terület valóban egy nagy kiterjedésű és egy prosperáló ipari park lehetne. A tervek szerint 8 ingatlant lehet majd bérbe venni, ha felépül a teljes építészet. Most per pillanat ugye akár a mi agrárlogisztikai központunk, akár a betelepülő gyümölcsfeldolgozó, ez 15-20 új munkahelyet fog jelenteni az ipari parkon belül. És hát attól függően, hogy mondjuk mennyire fog prosperálni, azért mondjuk egy ilyen 5-8 millió forinttal növelni fogja az iparűzési adóbevételét a városnak.